A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Eskovács Ádám, világjátékok győztese, többszörös VB és EB érmes karatés, öddanos mester, az MTK karate szakosztály igazgatója. Üdvözöllek. Mindent elmondtam? Hát minden, mi maradt ki? Mindenre a műsoridő kevés lenne, de nem, bőven elég volt. Igen, köszönöm. Mióta is, hogy visszavonultál, abba hagytad a versenyzést? Hány hónapja? Hát most már több mint egy éve, tavaly májusban volt itthon az Európa-bajnokság, és azon indultam utoljára. Azóta nem is versenyeztél? Hát utána még volt egy levezető versenyem, igen, Izraelben, de az is tavaly júliusban volt, úgyhogy azóta csak edzésben maradtam, de versenyzést már nem erőltetem. Nem hiányzik? Nem. Pedig még versenysődnál vagy, ahogy én látom mindenkinek. Igen, nem hisztem el, de ahogy említettem, hogy azért heti 3-4-5 edzést elvégzek azért, úgyhogy ez segít abban, hogy ne szálljon el a súlyom. Kivel és hol? Egyedül, vagy az MTK szakosztályában beállsz a felnőttek közé? Hol? Hát ez változó, de azért, mint ezt már korábban említettem neked, hogy most 3 éve már harccal is foglalkozom, brazil jiu-jitsuval, és ott edzek heti 3-4-et. Az MTK-ba pedig inkább havi rendszerességgel pedig edzést tartok. És olyankor azért, tehát a karate tudásomat azt úgy próbálom szinten tartani, hogy azért eljárok versenyekre, nemzetközi versenyekre, hogy ott figyeljem azt, hogy merre tart a nemzetközi mezőny, illetve hát ezeken az edzéseken, amiket tartok, azért ott én is mozgok egy kicsit, és akkor így nem mennyire kopott, meg teszem fel a rugásod? Hát ezt így igazából, amikor edzésen bemutatom a dolgokat, mivel edzésben vagyok, tehát azért az izmaim még mindig használva vannak, ezért szerintem nagyon nem észrevehető, hogy sokkal lassabb lennék, vagy akár gyorsabb is, ugye, mert nem veszem annyit igénybe a testemet, főleg rugás szempontjából. Tehát szerintem azok, akiknek az edzést tartom, ők nem veszik észre, hogy most lassultam, gyorsultam, de hogyha mondjuk éles helyzet lenne, vagy versenyszituáció, ott azért valószínűleg sokkal hamarabb elfáradnék már, vagy besavasodnék. Úgyhogy hát ez ugye nem az edzésmunkát végzem el, mint korábban, tehát mindenképpen ez kopott. Volt idén is karate világbajnokság, felnőtt karate világbajnokság, ahol már ugye csapatvezetőként, vagy nézőként? Hogy voltál kint hivatalosan? Hát mégis nézőként voltam kint, de azért, mint az MTK szakosztályának a vezetője, így szakmai szemmel figyeltem az eseményeket, főleg azért is, mert két versenyzőnk is indult a megmérettetésem. Ha jól figyeltem a híreket, érem nélkül jöttünk haza, ugye? Így van, volt egy ötödik helyünk, Barta Nikola ötödik lett, döntőbe jutásért ment, és ott nem sikerült bejutnia, illetve aztán a bronzérmet nem sikerült megszerezni. Ettől függetlenül ez egy nagyon szép eredmény, tehát azért felnőtt világbajnokságon érem közelben lenni, az nagyon jó eredmény. Hát a többieknek most nem sikerült sajnos nemhogy az éremszerzés, de azért még a közelébe se kerülni. Nekünk két versenyzőnk volt, a Stert Laura, aki formagyakorlatban indult, ő a második körig jutott, de neki ez volt az első felnőtt világversenye, illetve Hárspataki Gábor, aki most még csak csapatban villantotta meg a tehetségét, és ott pedig 4-0-ás győzelemmel járult hozzá a csapatnak az eredményéhez, ami sajnos a végén, ugye csapatmérkőzésről beszélünk, itt, ha jól emlékszem, 3-2-es arányban a belgáktól kikaptunk, de őnek is sikerült győzni, és nagyon magabiztos versenyzést mutatott, és neki is ahhoz képest, hogy ez 18 évesen az első ilyen nagy versenye volt. Ez egy nagyon jó jel arra, hogy a jövőben ez nagyon eredményhez vezethet. Te 18 éves korodban hogy végeztél? Én nekem az volt az első felnőtt világbajnokságom, és akkor az első körben sikerült búcsúznom, bár attól a versenyzőtől, aki azon a versenyen, azon a világbajnokságon már bronzérmes volt, a következőt meg is nyerte.
ettől függetlenül azért a világbajnokság, amit két évente rendeznek meg, azért az nem egy könnyű pálya, tehát ott 110 ország nemzeti válogatottja vesz részt, 64-es, néhol 128-as tábla van, és azért ugye Magyarországon korosztályos szinten nagyon eredményesek vagyunk, ott tényleg lassan már a világ élvonalába tartozunk, Európában mindenképpen. Felnőttek között is már azért vannak sikereink, de leginkább ezeken a karate egy elnevezésű világkupákon, nemzetközi versenyeken, ami azért, tehát nem ott van mindenki, de nem fő verseny, és azért nem világbajnoki szint, de a világbajnokság után a következő lépcsőfok, illetve az a lépcsőfok, ami oda vezet, hogy aztán a világbajnokságokon is, illetve a felnőtt versenyeken is jól szerepeljünk, de azért ez, tehát itt jónak lenni, a legjobbak közé kerülni, azért ez nem egyszerű feladat. Hiányérzet jöttél haza? Volt benne olyan érzet, hogy esetleg de jó lett volna, és ott vagyok, és akkor van egy érem, vagy nem volt benne ilyesmi? Ugye megnézted a temezőnyüzet is, gondolom, ilyen szemmel is megnézted azért, hogy na, mire lettem volna képes? Nem igaz. Tehát én ezt, ahogy visszavonultam, eleve volt egy levezető periódus a versenyzésemben, úgyhogy nekem ilyen jellegű hiányérzetem nincsen, még akkor se, amikor az én súlycsoportomat az a francia fiú nyerte meg, és ezzel az első világbajnoki aranyérmét megszerezve, akitől egyébként kikaptam a budapesti Európa-bajnokságon a döntőbe jutásért, viszont korábban például a világjátékokon őt sikerült megvernem a döntőbe. Ami azt mutatja, hogy azért még mindig a mezőny, attól függetlenül, hogy most már fiatalodik, és az új generáció az, akik versenyeznek, és van egy-két úgymond öregebb arc, de még mindig ők, tehát akikkel én voltam pariba, és néha én nyertem, néha ők meg tudják nyerni a világbajnokságot. Tehát, hogyha azért én kellőképpen motivált vagyok, és jó felkészülésem van, amit nem hátráltat mondjuk sérülés, akkor simán benne lehetett volna akár még egy érem. De a kérdésre válaszolva nincs hiány, vagy nem volt hiányérzetem, sőt, én most már sokkal jobban esik ezeket a versenyeket külső szemlőként élvezni, mint egy szórakoztató esemény, sporteseményt, mint azon izgulni, hogy úristen, le kell fogyjak, vajon mi fog történni, nyerek, veszítek, stb. Stb. Ezt foglalkoztatott mindig? Tehát miután már ugye felértél a csúcsra, voltál VBL, és utána is még foglalkoztatott téged? Mindig ez, hogy most jaj, Isten, mi lesz velem? Hát nem is ez, hogy jaj, Istenem, mi lesz velem, de azért a küzdősportban ott nincsenek lejátszott dolgok. Tehát én még egy magyar bajnokságra sem érkeztem hátradőlve, hanem mindig ugye itt van, hogy esetleg az ember megsérül, az ember ugye itt ez nem kiütéses sporták, hanem pont szerzésre koncentrálunk, tehát itt esetleg, ha én leütöm a másikat, akkor engem diszkvalifikálnak, ha engem leütnek, akkor az természetesen szintén nem olyan jó. Tehát persze vannak esélyesek, de azért ez nem olyan kiszámítható, mint hogy valaki atlétikában, vagy akár úszásban folyamatosan világcsúcs közeli időket úszik a medencében, és akkor, hogyha valami nagyon rosszul sül el, akkor nem tudja ugyanezt hozni versenyre. Igen. Tehát azért ez itt nem az idő ellen megyünk, nem távot kell futni vagy elérni. Tehát kiszámíthatatlan minden. Ebből a szempontból igen, kinek milyen napja van, milyen formája van, stb. Tehát hogy kell föl. És azért én egy olyan típusú versenyző voltam, aki mindig, ha nem is túlzottan, de hát természetesen stresszeltem azon, hogy itt egy nagy verseny, főleg ugye világbajnokságot mondjuk két évente rendeztek, tehát van egy napod arra, hogy megmutasd azt, hogy az elmúlt két évben, vagy akár az elmúlt 20 évben hova fejlődtél, vagy az, hogy mit tudsz. Két év múlva lesz, ugye akkor 2016-ban lesz, ugye, következő felnőtt világbajnokság karatéban. Onnan már lesz érmünk? Hát ezt most nehéz megmondani, ez attól függ, hogy most hogy vonjuk le a konzekvenciákat klubszinten, válogatott szinten. Én bízom benne, tehát bőven van ebben a csapatban éremesély, akár mint csapat küzdelem is, és egyéni teljesítményben is, de ezt még akkor se lehetne megmondani, hogyha most érmet szereztünk volna egyet, kettőt, vagy akár hármat.
mert vannak olyan országok, mondjuk Szerbia, aki amikor Belgrádban volt 2010-ben a világbajnokság, akkor talán a legeredményesebb csapat lettek, azt hiszem 4 aranyérmet nyertek egyéb szép fényesen csillogó érmek mellett, most pedig egyet se. Tehát, sőt, talán 2 évvel ezelőtti párizsi világbajnokságon sem nyertek érmet. Tehát nem lehet megmondani, és azt se lehet mondani, hogy csak azért nyertek érmet, mert otthon voltak, hanem azok, akik ott nyertek, azért nagyon jó versenyzők, és Európa bajnokok, stb. Stb. De ezt így nem lehet megmondani. Szerintem a lányokban is, és a fiúkban is benne van a potenciál, hogy ők érmet szerezzenek, csak talán azt gondolom, hogy egy picit még magasabb szintre kell emelni az edzésmunkát, nem feltétlen mennyiségben, de lehet, hogy minőségben, vagy pedig én, amiben még egy kicsi, nem is hibát, csak lukat látok, az maga az a rendszer, amiben Magyarországon működik, a kvalifikációs rendszer van abban, hogy valaki kijusson egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, annyira kiégnek ezek a versenyzők ezekben, és olyan nagy a házon belüli verseny, hogy persze ennek vannak pozitív oldalai is, de vannak negatívak is, és szerintem, csak hogy egy példát mondjak, az egyik fiú, tök mindegy, nem, tehát itt most nem róluk van szó, hanem csak egy ilyen szituációról, az Európa-bajnokságon bronzérmes volt idén, tehát jó formában volt, utána megnyerte a főiskolás világbajnokságot, de korábban már lezajlott kvalifikáció, nem ő jutott ki a világbajnokságra, tehát a pontrendszer alapján egy másik, szintén tehetséges fiú, csak mondjuk felnőtt eredményekkel nem úgy rendelkező, vagy Európa-bajnokságon bronzérmes versenyző jutott ki ide a versenyre, szintén alkalmas lehet éremszerzésre, de ettől függetlenül ez a rendszer nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy az éppen aktuálisan legjobb formában lévő versenyző jusson ki. És abból a szempontból persze nehéz eldönteni, hogy ne legyen ugye részrehajlás, stb., de mégis nincs meg mondjuk a szövetségi kapitánynak, vagy válogatott edzőnek az a hatásköre, hogy azt mondja, hogy szerintem ez a gyerek a legalkalmasabb arra, hogy 2014 novemberében a világbajnokságon szerepeljen. Hogyha nincs hatásköret, ki dönti el? Hát pontrendszer van. És de a pontrendszert ki hozta? A pontrendszert azt a szövetség, illetve azok a vezetők hozták, akik ebben a bizottságban benne vannak, akik egyébként, tehát nem azt mondom, hogy nem értenek hozzá, hanem egy picit abba az irányba akartak elmenni, hogy ez nagyon igazságos legyen, mindenki számára elfogadható, mert ugye ebben nem lehet belekötni, ha mindenkinek van 5 verseny, amin el kell indulni, van mondjuk 5 versenyző per súlycsoport, akik alkalmasak a kijutásra, akkor ott döntsék el. Csak mondjuk ez az 5 verseny, ez lehet, hogy annyira befolyásolja majd azt, tehát én nekem az, hogy nem kellett feltétlenül ilyen kvalifikációs tornákon folyamatosan izgulnom, hogy most én jutok ki, nem én jutok, ez szerintem nagy mértékben hozzásegített ahhoz, hogy a világbajnokságokon például nagyon jól tudtam szerepelni, mert csak arra kellett koncentrálnom, tehát nem arra, hogy előtte ezen a 5-6 versenyen jól szerepeljek ahhoz, hogy ott talán kijussak. Plusz ennek szerintem van egy pszichológiai oldala is, hogy amikor nagyon nagy a verseny házon belül, és valaki kijut, akkor lehet, hogy már az egy olyan nagy stresszoldás, hogy már a nagy verseny az már nem tud annyira rá koncentrálni. Ökülményem úgy szokták mondani, hogy már jól lakott tulajdonképpen azzal, hogy ott igen, van. Igen, igen. És talán már jöhet a pofon. Igen, úgyhogy... Igen, ez így nem jó, igen. Gondolom, akkor fogsz javasolni valamiféle módosítást 2015-re nézve? Hát 15-re nézve semmiféleképpen, semmi, mert az már megvan. Tehát eleve már most, ami nem feltétlenül rossz, tehát tudjuk azt, hogy az Európa-bajnokságon kik indulnak. Főleg azért, mert most korábban lesz az Európa-bajnokság, mert... Ha jól tudom, júliusban lesz az első európai játékok, ahol a karate talán az egyetlen nem olimpiai sportág, aki részt vehet, és ez nekünk egy nagyon nagy lehetőség. Nyomul a karate, előbb-utóbb ott lesz az olimpia. Hát előbb-utóbb, ott kell, hogy legyen. Most már tényleg, tehát... De már ez is egy nagy lépés, tehát ugye ezek a kontinentális, vagy kontinens bajnokságok, mint például az Ázsia játékok, a pánamerikai játékok, ezek nagyon nagy presztízzel bíró versenyek mindenhol a világon, kivéve Európában ez valamiért még nem honosult meg, és most lesz az első, és a többiben, tehát az Ázsia játékok, a karate ott van.
És például vannak, például Ázsiában, ugye Malajziában többször tréningeztem, illetve az edző, akivel készültem ott most szövetségi kapitány, náluk egy Ázsia játékok az egy fontosabb verseny, mint a világbajnokság. Tehát szakmai szempontból ott arra az egész ország figyel, ott komoly anyagi és erkölcsi megbecsülés van egy ilyen verseny után. És ugye most lesz először ez Azerbajdzsánban ez az európai játékok, és azért mi is bízunk abban, hogy ezáltal a karate olyan helyre kerülhet, hogy nem csak egy ilyen futottak még sportág, attól függetlenül, hogy már sokkal előrébb vagyunk, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, de mégis a nagy pódiumon lehetünk mi is, és hát nagyon bízom benne, hogy ide ki fognak jutni emberek. Na és visszatérve a kérdésre, tehát ezek már el vannak döntve az, hogy kimegy a jövő évi Európa-bajnokságra. 2006-ban vagy 2016-ban lévő világbajnokságra lehet, hogy még így bele lehet szólni, de mondjuk, tehát itt ezt tudjuk, hogy ez a rendszer nem működik, sokan elmondták már, csak sokan azt gondolják, hogy az sem működik, hogyha van valaki szövetségi kapitány, aki esetleg nem mindenki számára megfelelő, és akkor ő eldönti azt. Tehát itt voltak pró és kontra dolgok, és ugye jó magyar szokáshoz híven soha semmi nem jó. Tehát itt nehéz eldönteni, hogy melyik a jó megoldás, de azt gondolom, hogy néha kell, hogy legyen egy olyan döntés, amiért valaki vállalja a felelősséget, és azt mondja, hogy szerintem ez az ember alkalmas, neki kell mennie. Ez az olyan kapitány is kész, hát nem? Igen. Igen. Csak ahhoz, hogy egy ilyen döntés megszülessen, ahhoz mondjuk az elnöknek is mögötte kell állnia, vagy akár egy ilyen sportági de milyen kapitány az, amelyik mögött nem állott az elnök? Akkor az már eleve, az már bizonytalan, és az nem jó. Már az befolyásolhatja az eredményességet. Tehát elnöknek, kapitánynak együtt kell levezni. Ha nem csinálnak együtt, már önmagában az már nem jó. Mindegy. A magyar karate sport legeredményesebb versenyzője vagy. Észrevenni, érezni azért az, hogy berobbantál a karateban, mint eredményes versenyző, hogy utána azért valahogy sikerült akár a hátadon keresztül is egyre több hívet szerezni a karaténak? Hát azt, hogy erről pontos adataim nekem nincsenek, hogy most egyre több hívünk van-e, vagy hogy több gyerek megye, vagy választja a karate sportágat. Inkább abban látom úttörő szerepemet, hogy ezekkel az eredményekkel elhitettük a magyar versenyzőknek, fiataloknak is, és már tényleg olyan generációknak, akik akkor születtek, amikor én mondjuk junior világbajnoki címet szereztem, vagy akkor kezdtek karatézni, hogy ez lehetséges. Tehát korábban ugye van 100 féle karate stílus, mindenhol mi vagyunk a legjobbak, a legjobbak között vagyunk, de a hivatalos olimpiai bizottság által is elismert versenyszabályrendszerben azért ez nem volt jellemző. Olyannyira nem, hogy férfiként én vagyok az egyetlen, aki világbajnoki dobogóra állt eddig. Viszont és ez már nem is az utánam lévő generáció, hanem már talán 2-3 utánam lévő generáció, tehát akik 13-4 évvel fiatalabbak nálam, ők már tudják, hogy ezt meg lehet csinálni, mert látták azt, hogy láttak engem a dobogón, utánam láttak másokat is a dobogón, és ez egy óriási segítség. Tehát nekünk azért nagyon kellett keresgélni, hogy ki az a magyar, aki mondjuk egyszer fölállt mondjuk egy Európa-bajnoki bronzéremmel a pódiumra, és én önző módon, de azt gondolom, hogy itt az utat azért, ha nem is én egyedül, ugye, mert az edzőimmel, természetesen a szövetségnek is nagy szerepe volt, azért ezt az utat kitörtük, viszont az, hogy most már nem csak Eskovács, vagy rólam beszélnek nemzetközi szinten a karate világában, az már annak is köszönhető, hogy mondjuk az idei korosztályos Európa-bajnokságon 11 érmet szereztünk, ami minden idők legjobb szereplése. 11 érmet szerzett az is, aki mondjuk első vagy második helyen végzett az érem táblába, csak mondjuk lehet, hogy ott több aranyérem volt. És itt Franciaországról beszélünk, Olaszországról, és ezekről a nagy karate nemzetekről, ahol mondjuk
háromszor ennyi, de lehet, hogy tízszer ennyi büdzséből dolgoznak, és mondjuk a karate múlt is mondjuk nem 30 vagy 40 évre tekint vissza, hanem 100-ra. Igen. Akkor már nem kell sokáig várnunk, ugye, hogy egy újabb Eskovács Ádám tűnjön fel a felnőttek között? Hát... az utánpótlás akkor biztató. Eskovács Ádám nem valószínű, max Eskovács Dániel, aki a fiam, és hogyha majd sok-sok év múlva feltűnik a színen, akkor igen, de... Nem lepődnék meg, ha más sportágat választana. Hát én se lepődnék meg, de ezt most még nem tudjuk. Szerintem most már van 3-4 olyan fiúversenyző itthon, a Tadiszi Márciál, a Szegedi Döme, uh-huh. a Hárspataki Gábor, aki az MTK-ba sportol, a lányoknál is bőven vannak olyanok, akik már letettek, tehát az, hogy közülük, ők eleve már eredményesek, leginkább utánpótlás szinten, de már felnőttben is bontogatják a szárnyaikat, hogy valakinek sikerül-e az, hogy mondjuk folyamatosan mondjuk világbajnoki dobogóra feláll, azt nem tudom, de na nekik nehéz dolguk van, ugye, igen. Mert hogyha most én ezt az utat nem törtem volna, akkor most ők lennének abban a helyzetben, amiben nekem volt szerencsém lenni. Tehát itt már nagyon jónak kell lenni, tehát egy olyan szinten, amiből mondjuk 1 millióból egy van, a karate világban is van 1 vagy 2 vagy 3 ilyen, akik tényleg tehát ultra tehetségesek, és mindenkit 8-0-ra vernek a versenyen, de azért a nemzetközi mezőnyhez ehhez nagyon jó. Uh-huh. Hát igen, ugye hát a tervég is mindig ott voltál a toppon. Hány éven keresztül is a felnőttek között? Hát, ha nem is mindig, de én mondani szoktam, ugye, hogy 6 világbajnokságon indultam, felnőtt világbajnokságon, ami 2 évente ami rendeznek. Ami 12 év, igen. Ami 12 év, és ebből 3 érmet szereztem, és kétszer pedig 8 között voltam. Tehát egyszer 5. voltam, egyszer pedig az 5 és a 8. hely között, ami azt jelenti, hogy 12 éven keresztül folyamatosan, és azért ebben voltak Európa-bajnoki érmek, a világjátékokat megnyertem. Tehát azonban folyamatosan ott voltál a világ legjobbjai között, 12-14 éven keresztül. Így van, hát 17 évig voltam benne a magyar válogatottban, és azért ebből a nagy részét sikerült el. Volt egy-egy év, amikor nem... Akkor egy darabig nem fognak téged megelőzni. Te leszel jó darabig a legsikeresebb magyar karatésom. Hát igazából ez engem jó, foglalkoztat. Tudom. Tehát az, hogy én a világjátékokat megnyertem, ez szerintem gyakorlatilag egy nagyon szép eredmény. Világbajnokságot, felnőtt világbajnokságot nem sikerült nyerni, tehát ez egy olyan opció, amit nyerhet valaki Magyarországról, amit nekem még nem sikerült, vagy nem, hogy még, mert valószínűleg igen. Már nem is fog. De ahogy elengedtem azt is, hogy már nem versenyzek, és már nem rossz érzés nekem az, hogy nem indulok egy ilyen versenyen, nekem a másnak a sikere, vagy az, hogy túl fog-e valaki szárnyalni, azt is inkább úgy fogom felfogni, hogy ehhez kellett a mi munkánk is, igen. És azért tudok másnak a sikereinek is örülni. Leginkább akkor, hogyha mondjuk ő mondjuk a mi szakosztályunkból igen. kerül ki, de egyébként is, hogyha az országnak hoz eredményt, vagy az dicsőséget, is. Akkor az is nagyon jó. Zárásként, Ádám, mi van akkor, hogyha valaki azt akarja, hogy csak te legyél az edzője? Tehát, hogy tőled akar csak tanulni. Akár így, akkor lehetsz világbajnok is, mint igaz edzőként, de lehetsz. Bevállalnád? Vállalnál ilyen feladatot, kihívást? Mert ugye hát miért nem mondanál azt a gyerek, hogy miért ne tanuljak a legjobbtól? Hiszen és igaza van valahol. Hát ez egy komplex kérdés. Sokan keresnek meg ezzel, hogy szeretnének velem edzeni. Én napi szinten nem tartok edzést. Azért mondom, de mi van, hogy valaki azt mondja, hogy én csak az Eskovács Ádámtól akarok megtanulni karatézni. Senki mástól. Csak ő. Hiszen ő a legjobb. Az a helyzet, hogy most...